Parag. Kamera. Parag. Ennyi. Én egy ilyen 5-6 perces jelenetet írtam meg, itt az iskolában mindenkinek kellett ilyet írnia, és ez tulajdonképpen egy filmdráma jelenet, egy iskolai történet, amikor is a lázadó Rebeka sokadik fegyelmi után bemegy az igazgatóhoz, és az ő kettőjük feszült beszélgetése az itt a lényeges. Itt az osztályfőnök gyakorlatilag már mond is egy szót valószínűleg, úgyhogy ott már ott innentől végig kell. Ennyi az egész. Tehát csak ez van ma ez a jelenet. Itt holnap ez megjelentek csak dialógusok. Itt végig kell majd. Ennyi az egész. Ha van kérdés, akkor nyugodtan. Okay. Vagy idegesen. Okay. Jó. Teljes csendet kérek, elkezdjük a felvételt. Tessék! Nem is egy teljes film, hanem egy mesterjelenet, egy nagyobb képzeletbeli egészestés játékfilmből van kiemelve. És akkor kezdődik a jelenet. Köszöntik egymást, ugye, és az igazgatónő szinte rögtön kiküldi az osztályfőnököt, úgyhogy onnan meg már csak ő fognak maradni. Tessék! Szervusz, Rebeka! Jó napot! Foglalj helyet! Rágyújt óra közben a terembe, kisétál csak úgy, tanítási időben, tehát hogy egy nagyon, nagyon szélsőséges ember kell az Rebeka. Ha mindig láttad, hogy kiszökök, miért nem kapott el? Dicsérem a forgatókönyvet annyiban, hogy nagyon jól fel van építve színészileg, tehát nem kellett azon gondolkozni, hogy most mit találjunk ki, hanem nagyon adta magát, hogy milyen, és hogy jól kijöttek ezek a helyzetek, amik a két színész között voltak. A forgatás pedig nagyon-nagyon jó. Természetesen a szöveget nem tanultam meg, hogy jó színészhez illik, és improvizáltam sokat. Nem, mintha bárkit is meglepne, ha fognád magad és kisétálnál a főkapun, de nem. Te inkább jól elbújsz. Az Eszterről az első dolog az az, hogy a szemét láttam. És hogy a szeme az nagyon-nagyon-nagyon jó volt nekem. A szeme az olyan volt, hogy belenéztem, és rögtön játékra ingerelt, és reagálásra késztetett. Hadd mondjak valamit, tanár! Maga se lát mindent ebből az ablakból. Előbb a tanárai között kéne körülnézni, mielőtt ennyi minket kezd el csesztetni. Elfelejtesz valamit. Ennyi. Nem a szöveget, igen.